December 12. Luca előtti nap. Népszokás. Legkorábbi napnyugta. Napnyugtától már Luca napjának számított. Rontás űző, termékenység varázsló nap. Csízió. Meleg napja, hideg nyár. Igazi tél még kivár. Legkorábbi napnyugta. Luca hunyát látatja. Leányjáró Este jönnek lánybandában, lucanapi maskarában, nagy titokban kísérteni, legényházat körbelesni. Kit kint látnak, megfoghatják, ruhájából kiforgatják. Asszonyjáró Késő este Lucát járnak. Asszony népek így vadásznak, férfi házat el ne hagyja, mert különben azt megbánja. Kit kint fognak, megszaggatják, megnyomatnak, eltángálják. Luca szék. Luca székét készítsd 13 fából, 13 napig, ennyi darabjából. Napi munka. Lucaszéknek ülőkéjét készítsd el e darabbal, még éjféli készülj el. Vasalbert, te és a világ. Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra, és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a tiéd, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges, aki erős, aki nem szorul másra, aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát, és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője, és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölaprithasson, aki el tudja tartani a családját étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg. Az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben, gazdag, ha nincs öröme benne, szegény. Tanulj meg tehát örvendeni, és ismert meg vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Évele és általa, és főképpen tanulj meg örvendeni. Vendég vagy a világban, és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük, azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani, tanulj meg örvendeni, annak, hogy élsz, s mert élsz, gazdag lehetsz.